De a szubnautikázás előtt egyébként siege-ezni fogok, remélhetőleg nem egyedül, és nem ám akárhogyan. Köszi szépen, Kerosz, még egyszer. Sziasztok, sziasztok, üdv mindenkinek. Aki esetleg már látta a ma reggel fölkerült videót YouTube-ra, itt van velem ez a kis hordozó kis táska. A füles hordozó kis táskája. Ez egy Razer füles. Ebben egy Razer füles van. És senki nem kért meg rá. Tehát, hogy nem is fizetnek érte. De hogy én ezt most ki fogom próbálni a mai siege-ezés alatt, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan szól, és legalább el tudom mondani a véleményem nektek arról, hogy érdemes-e ilyet venni. Nagyjából 30 ezer forintba kerül, ha jól láttam. Ez a verzió, pontosan ez a verzió, ez a Special Edition. Na nézzük. Van rajta némító gomb, meg vele lehet dugni a mikrofont, szóval igazából a lényeg rajta van. Még nem próbáltam ki, szóval még nincs kipróbálva. Örülök egyébként, hogy tetszett nektek, what the fuck. Örülök, hogy bejött. Ó, aha, szóval, hogy ezt az USB-s hangkártyát így kell elképzelni. Hát ez nem tudom, mire lesz jó. Mit csinál ez majd nekünk? Hát jobban fogok hallani a játékban? Kiderül. Mindjárt mutatom egyébként, hogy miről van szó, srácok. Még a mikrofonját is mit kipróbáljuk, mit szóltak. Itt van egyébként a füles, ő az, ott van rajta a hangerőszabályzó, ott a mikrofon, és ott az alján pedig a némító gomb, ott, azt így be lehet nyomni. Na nézzük. Ó, tehát, hogy nagyon durván szigetel ez a... Ez az a, tehát a Special Edition abba különbözik a sima változatától ennek a fülesnek, hogy extra durván szigetel a füles része, és nagyon brutális. Tehát, hogy sokkal jobban zár, mint a Corsair-em. De hát nyilván ez erre van specializálva. Na nézzük. Azt mondja itt a kis kábel. Jól néz ki, ugye? Nincsen. Szóval, hogy alapvetően jackes fülesről van szó, és itt van a kis USB-s hangkártya, ami, hát nem tudom. Majd valószínűleg streamen kívül meg fogom nézni, hogy mi a különbség így hangzásügyileg jack dugóval, illetve ezzel az USB-vel. Hát most USB-vel fogjuk megnézni, mondom, hogy megnézem jackkel is, hogy így milyen a hangja. Friss szivacsal is tud ekkorát zajszigetelni, nekem ez új. Hát ez nekem is, ezt nem gondoltam volna. Mondjuk az a helyzet, hogy annyira nem értek a fülesekhez, hogy melyik hogyan tud szigetelni, de ez valami brutális. Tehát, hogy alig hallom magam. Tehát azt hallom, ahogy így rezonál a fejem, vagy hogy lehet mondani. A mikrofon része leszhetetett, én most raktam rá, tehát hogy így ki tudnám húzni, csak akkor le kéne venni a fejemről, hogy jól betaláljak. Mert még friss, szóval nem biztos, hogy elsőre bemenne. Na. Parácska egyébként most itt van mögöttem, de nyugalom, nem fogja kinyomni a gépemet, mert ráraktam a wifi antennát. Na nézzük, bedugjuk a streamer gépbe. Eddig nem történt semmi. Világít zölden a kis USB-s hangkártya része. Karácska, fogd meg a söröm. Srácok. Haló. Lehet hallani? Jó. Tehát, hogy... What?
Szóval bedugtam a fülest, és abban a pillanatban újraindult a stream deckem, és elérhetetlenné vált az egerem a streamer gépem. Ajaj, hát ez a füles nullás szintű kernel hozzáféréssel rendelkezik. Gyanús. Több mint gyanús, hogy ez nullás szintű kernel hozzáférés lesz. Azt írja ki nekem itt a gép, hogy gratulálunk, hogy lett egy ilyen Razer Black Sharkod, sikeresen csatlakoztattad, aktiváld a THX spatial audiót, és akkor nagyon jó lesz az immerzió, meg a hang, meg minden. Teljesen testre lehet szabni a profilokat a kedvenc játékaidnál. Nem akarok ilyeneket, köszönöm szépen. Akarok-e programokat installálni? Nem. Nem installálom most semmilyen programot. Szia. És egyben viszlát. Azt mondja, pedig a te új Black Shark verzió 2-d a legjobban a Razer Synapse-szal működik legjobban, úgyhogy biztos, hogy ebbe? Biztosan nem akarom. Köszönöm szépen. Ha majd azt mondom erre a fülesre, hogy szar, valószínűleg nem fogom, de azt mondanám, akkor most már tudjátok, hogy valószínűleg ez azért lesz, mert hogy nem állítottam be jól. Jó, kapcsolunk egy ilyet. Nagyon jó. Most játszom a Plat 1-es meccsem. Hát, sok sikert. Sok sikert, vajaskenyér, hajrá! Szervusz, BSO Agent, sziasztok! Konyász, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Üdv újra itt köztünk. Peregjenek azok a bizonyos szvegek, srácok. Na. Állítok még itt az OBS-be egy-két dolgot. Mint például, hogy Razer. Most félek egy picit, de csöndben maradok, esküszöm. Haló? Aha. Na, srácok! Milyen a mikrofonja ennek a fülesnek? Borzalmas? Vagy tűrhető? Na, mindjárt meghallgatom egyébként magam. Haló? Ja, hát, hogy nem hallom magam. Pillanat. Nyilván nem ezt fogom használni így a mai stream alatt, csak kíváncsi vagyok, hogy hogyan muzsikál. Haló? Nem hallom magam még mindig. Lehet, hogy le van halkítva? Haló? Haló? Hát én nem hallok semmit. Haló? Valami recsegést hallottam. Pillanat, srácok. Berakok valami YouTube muzsikát, akkor azzal biztos jól le lehet tesztelni a dolgokat. A muzsika az jól szól, tehát azt hallom. Amit nem hallok, az saját magam. Ami probléma, de az valószínűleg nálam gond, úgyhogy
Mindjárt túl leszünk ezen. Haló? Még mindig nem hallom magam. Gyanús. Ez kezd gyanús lenni. Nincs is jobb, mint így letesztelni a dolgokat. De fura. Hülye kérdés, de a némító gomb az nincs benyomva? Hát nem, mert hallom a YouTube-ot, tudom, hogy ti nem halljátok, de én hallom a YouTube-ot, viszont a saját hangomat azt így egyáltalán nem hallom. Haló? Aha. A lovacska meghozta a hangot. Mint egy átlagos headsetnek, a... Hát most nem is hallottátok lovacska alertjét, de ezt majd mindjárt orvosolom. Haló? Még... Jó. Tehát, hogy hallom magam nagyon szépen egyébként. Tök jó. Na, szóval, skacok. Köszi szépen, lovacska, 33 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Üdvújrejét közöttünk, és köszi szépen a tier 2-es támogatásodat. Értesítés hang, az nem volt, de mindjárt megvarázsoljuk, tehát újra varázsoljuk. Hát, hogy így, ilyen a hangja a fülesnek, srácok. Mint egy átlagos füles mikrofonja olyan. Szerintem ezt egyébként nem fogjuk most így a streamben röltetni, de most már tudjátok, hogy milyen, meg most már én is tudom, hogy milyen hangja van. Egy kicsit szenvedtem vele, de most már tudom, hogy milyen hangja van, srácok. Úgyhogy vissza is kapcsolom a Yetit. Elvileg most már jobban hallotok. Nyalod a recsegős hangomat? Hát örülök, hogy tetszett, lovacska. Na, akkor erre a mikrofonra itt nem is lesz szükségünk. Jó. Na. Ezt a kis mikrofont vissza is tettem most a dobozba. Mármint a kis táskájába. Ott teljesen jó helyen lesz. Igen. És akkor igazából mehet a játszi, meg természetesen lovacska hangját, azt így lovacska értesítést, azt így jó, lovacska értesítését, azt így megkapjál. Our illustrious champion returns. Welcome home. Ott is van. Menjen az a bizonyos pergetés lovacskának. A kedvenc értesítés hangod, lovacska. Ha szeretnéd, ha esetleg felhívnál telefonon, akkor ez fog szólni. Szia, Andi. Igen, új füles. Új ideiglenes füles a mai stream erejéig. Ja. Na, indítom a játszit, és nyomjuk a rendezéseket. Jól áll ez a füles? Ez a kis tekerője nem megy, mert nem raktam föl a szoftvert hozzá, meg nem tudom, ennek itt világítania kéne? Én nem tudom, nem értek hozzá. Lehet jobban járnék, hogyha felraknám a szoftvert, de akkor meg lehet nem tudnék most játszani rögtön. Úgy gondoltam, hogy megnézzük együtt, milyen az első élmény, amikor bedugom a fülest a gépbe.
És hát ilyen volt. Most már ezt is tudjátok. És hamarosan kiderül egyébként, hogy milyen hangja lesz a játékba, majd azt is elmondom így. Ha nem RGB, nem ér sem. Hát ez így van, ez így van. Tanulni is kell ma? Na, mit tanulsz, Andi? Ott lent egyébként Erion, ott a cím, meg ott a játék is, és akkor tudod ezeket a dolgokat csekkolgatni. Autószerelés? Hát hajrá, hajrá! Na, közben följövök Discordra, hát esetleg Rosen úgy gondolja, hogy csatlakozik. Úgyhogy a srácok, hogy honnan ez a füles, meg hogy szícses dolgok, érdemes lecsekkolni YouTube-on az új vidit. Nem hosszú, egy kis unboxing. Hétvégén lesz a születésnapod? Na hát, érjen sokáig a füled is. Bocsi, hogy megkérdezem, de lesz majd gépépítés? Hát, biztos lesz. Tehát, hogy ez egy olyan kérdés, hogy lesz Lotto 5-ös? No. Mindjárt látjátok egyébként a játszit. És itt is vagyunk. Sziasztok, sziasztok, srácok! Na hát... kíváncsi leszek így az első meccsen, hogy milyen. Egyébként is a másik fülesem az most töltés alatt van. Tölti az aksiát. Köszi szépen tényleg, srácok, közben a követéseiteket. Érezzétek jól magatokat. Jóság egyébként, Kerosz feled, hocs mint. Jó látni ilyen korán is téged. Hát én bízom benne, Kerosz, hogy változtatnak majd az új operátorom, mert szerintem elég OP. Ha nem is változtatnak vele még így a TTS ideje alatt, ahogy bejön rá egy-kétre, szerintem biztos, hogy lesz valami, mert nagy felháborodások lesznek. 1,4-es KD-ja van a Maverick-kel? Hát abban a pillanatban kibannoljuk. Say my name-nek a Maverick-ét. Say my name, ott van a zeneműben. 0,96-os KD. Akkor lehet nem sokat játszott vele. Mutasd csak, say my name, nem tudjuk megnézni. Pedig én megnéztem volna a Say My Name, ő mit szed. Gold 1, here we come. Mi baj a srácnak? Kibandolták az észemet. Hi guys. Nem köszönnek. Az én Maverickemet bannolja a játék, léci. Ott is van, köszi apa! Köszi apa! Szia Vedrock, szia Miklós, sziasztok, srácok! Szóljam! Elég hasznos az új operátor. Mik ezek a bannok? A Falkürban. Hát ezek teljesen random bannok, vagy full target bannok, én nem tudom. Ó, most kezded megszokni az új melót, aha. Akkor gondolom nemrég váltott el, Kerosz.
Én szerencsére... Haló, ezt így le is fotózom. Ace Maverick Valkyr Caveira-ban. Milyenek voltak a Tesseros, játszik? Hát egyedül nyomtam, úgyhogy egy kicsit, kicsit uncsik, mert egyedül annyira nem volt izgalmas a dolog. Főleg egyedül nyomtam. De így jó volt kipróbálni a dolgokat. Konzulátuson vagyunk, úgyhogy hozok egy ilyen jó kis termájtot. Hát ha érünk vele valamit. Hát ha be tudok robbantani alul. Szóval, hát jó volt lecsekkolni a változtatásokat. Mindenféleképpen. Rögtön elvitték a Jacqueline nyomat. A szemetek. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Adria második is azt hiszi, hogy ez nem randomban, ők is megnézték, hogy te mennyit nyertél Valkyrrel, és ezért... Ja, mondjuk, nekem a legtöbb órám Valkyrrel van. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Egy kicsit halknak tartom a játékot. Noch 10 Sekunden. It's Baseman, guys. 5 Sekunden bis Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Lade nach! Baba olajozza magát? Andi, vagy mire gondolsz a lovacska? A Zófia behatolt. Shoot out the kite, please. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Und jól csináltad, testrészem. Done. Entschärfer wurde zurückgeholt. Nur noch ein Gegner übrig. Lass man weit werden. Szia, Lilith Manó! Hát, oké. Az igen, hogy reppentek ott a golyók. Nem tudom, egyébként teljesen másabb a hangzás a játéknak így ebben a fülesben. Meg egy kicsit egyébként halknak érzem, de ez valószínűleg egyébként azért van, mert nem raktam föl hozzá a szoftvert. Nem is olyan rossz ez a Siege németül? Á. Neked kedvenc videóid a beszorulósak, lovacska? Nagyon fura a német? Hát... Azt elhízem, srácok. Én már teljesen megszoktam olyan jó hallgatni németül a játékot. Bár az új operátort még nem hallottam. Bár de, azt csak angolul hallottam. Na majd azt is jó lesz hallgatni németül. Na, örülök, hogy tetszik, Toróze. Ez egy exkluzív stream, mert ilyen máskor nem lesz, szerintem. Sziasztok, sziasztok, skacok. Mi újság, Lilith Manó? Hogy mint. Ó. Oh. 10 Sekunden bis Einsatz.
Ma fog megjelenni Robert Downey Jr. által rendezett DC komik, a Sweet Tooth, hogyha jól olvastam. Azt mondta Adri, hogy ma azt fogjuk majd nézni. Jó. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Mit hoztak össze? Magányos farkasként tolod? Igen, most magányos farkasként. Die Bombe wurde lokalisiert. Mal sehen, was da im Dunkeln lauert. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfung einleiten. Es geht auf die Jagd. Eindeutige Spuren, ich habe eine Fährte. Noch ein Gegner übrig. Das war ein Toilett. Good job. Eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ja, ja, kaptam tatyót, Bedrock, igen, igen. Szerus Daniel Dean. Beszereztem a zsákkalé... Mert... Oh, megjelent, insta buy volt, Keros, insta buy volt, és még aznap sikerült is egyébként MVP animációt összehozni, egy pár körre rá. Köszi szépen, Tomi Kardja. Te is? Te is király vagy. Mi történt a másikkal? Nem történt semmi a másikkal. Épp töltés alatt van. És ezt meg gondoltam, kipróbálom, ha már így kaptam. Köszi szépen a linket, KB Junior. Megkaptad az első oltán, és kicsit fájt a vállam, de minden okos. Na hát minden jó, reméljük, hogy ennél több nem is fog jelentkezni, mint így tünet, vagy hogy lehet azt mondani. Lilith Manu. Teljesen mások a hanguk ebben a játékban, de azt még nem tudom elmondani egyelőre, hogy jobb vagy rosszabb. Ahogy meghallottam Robert Downey Jr. nevét, rögtön tudtam, hogy kötelező program lesz Haldira az elsőnek. Ja, Netflixen ma fog debütálni ez a sori, ha minden igaz. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Sokszor bannolják? Ja, sajnos ez benne van. Keros. Bombe gefunden. Say my name, inkább el is hagyta a játékot. Köszi, KB Junior. Aha, sejtettem, hogy valószínűleg lesznek van. Rookin admin office. Azt elszúrtam, srácok. Azt elszúrtam. Sejtettem, hogy valószínűleg valaki lesz van adminba, és mondom, basszus pontló, ki
kilógatom a lábam. Csak már későn jutott eszembe. Ilyen füles terveztem beszerezni, úgyhogy érdekel, mi lesz a véleményed róla. Jaj, gondoltam, hogyha már itt van a... Ha már ilyen akadt a kezem közé, akkor miért is ne lehetne megnézni, és akkor tudnék okoskodni nektek, hogy így milyen a cuccos. Ez a helyzet innen már egy csomó helyről ki tudnak majd ugrani. És jó. Nézzük csak. Tényleg nincs felrakva a Razer Synapse, mert hogy a Razer egér az a gamer gépbe van bedugva. Megpróbálom egyébként közben felrakni a programot, és hát remélem, hogy abból ti annyira nem fogtok sokat érzékelni, meg remélem, nem kell majd újraindítani a gépet. Hozunk egy jó arunit. Ide kelleni fog. Meg hozom hozzá most a runit. Ez a Battle Pass-os attachment skin nagyon király szerintem. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Egy ilyen kelleni fog. Levédjük a spirált is. Aha. Oké, nem dobott vissza. Milyen vehetés közel, füles? Szokatlan nagyon. De igazából... Igazából... Hogy mondjam... Mindig amikor fülest váltok, akkor... Kell egy kis idő, hogy így megszoktam. Na, ezt nem is gondoltam, Lili, hogy a legtöbb játszott játékod az... Csak nehogy lelőjenek. Hihetetlen, hogy öten vagyunk, ezen nem meg él mindenki. Nem tudjuk behúzni a falakat. Fight. SS top fight. Azt hiszem White-nak hívják, ugye srácok, nem Yellow. Spiral, van Spiral. Jó, hát amúgy valószínűleg akkor nem kéne egyáltalán reinforce-olnom. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokszor halok meg úgy preface-be, hogy... Meg tudjuk ezt védeni.
Nem mondom azt, hogy használják a reinforce-aikat, mert akkor még értelmetlen helyeket húznának be. De hogy így, akkor megpróbálok erre jobban figyelni. Na. Tehát kezdünk azzal, amit elfelejtettek. Jé, most meg ezt csinálják, hát ez elképesztő. Rájöttek, hogy kéne reinforce-olni. Balletproof kamerát is gyorsan fel kéne pattintani. Engedni a játék, engedi. Aztán, hát megtanultak reinforce-olni. Mi történt? Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Szia, Deloper. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Name connector window. Olyan közel hallottam a repülőzést, ez honnan jöhetett? Barácska aranyosan alszik egyébként a helyén. Na, garázsba megyünk. Nem is tudom. Ha nem most senki melúzít, akkor én majd hozok. Ó, tacsanka. Szevasz, Erni! De is ezt majd a lampartizni, Erni? Tocs, mint Erni. Ó, jól vált, ők húzzák át csak. Es bleiben noch 10 Sekunden. Hát ez szórakozó velem? Es bleiben 5 Sekunden. Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Halt geregelt Sicherheitsabstand halten. Benji bereit gemacht. Meine Artiller ist an.
Darlinga, haha. Thanks for free robots. Van in piano. Diffuser outside, carriage outside. Piano. Mission erfolgreich. Üdött srácok. Ott is van, ott is van. De jó, felrakjuk ezt a Razer Synapse-ot. Jól tönkre tesszük nektek most itt a hangot, de kíváncsi vagyok, hogy így hogy fog muzsikálni a füles. Persze! Ha, hát ez a Cortex, ez nem kell nekem, elég a Synapse. Tegyed, installál... Cortex, mi? Akar, nagyon akarja ezt a Cortex-et. Azt mondja, hogy Game Booster, System Booster, Game Rewards. Nem kell, köszönöm szépen. Már rakja. Most milyen a hang app nélkül? Nagyon szokatlan... Hogy is mondjam? Teljesen más hangokat hallok jobban. Mint a Corsair fülesbe, és olyan hangokat, amiket én akarok, mint például ilyen lépés hangok, meg ilyenek olyanokat, alig hallok. De hát, lehet, hogy csak megszokás kérdésem. Az elsportoló hangokat hallom jobban. Az helyzet, hogy pont, hogy nem tudom. Tehát, hogy ilyen hogy nem hallottatok. Szóval ilyen lépés hangokat nem nagyon hallottam. Éppen most települ a program. De nem akarok állítani semmit se a programon, csak fel akarom rakni, hogy megnézzük, hogy egyáltalán világítaná a füles, vagy hogy működik ez a szóval, hogy működik ez a tekerő esetleg itt rajta. A kalácska csak elköszönt. Ja, a tekerő elég menő. Hát a mikrofon némító gomb is rohadt menő amúgy járni. Szevasz Reaper, szerusz Leito. Na, installáció 96%-on. Szerusz Birdbox, üdv mindenkinek. Úristen, 99%. Mindjárt haladni fogjátok egyébként a játékot is. Remélhetőleg persze. A hátralevő idő 1 perc. Én bízom benne. Ott is van, kész.
Jó. Get started. Hát akkor én itt már sunyiba be is nyomom a Siege-nek a hangját. Oh. Ez a Razer Synapse 3 azért elég durván néz ki ahhoz képest, hogy hogy nézett ki mondjuk 5-6 éve. Na. A Siege hangját szeretném hallani. Lehet? Nincs Siege hang nekem? Nekem kecke egy játék. Egy pillanat, srácok. Jaja, a Siege végeztével majd elmondom, hogy mi a véleményem a fülessel. Egyelőre abszolút szokatlan. Aha. Aha. Érdekes, hogy nincsen Siege hang. Itt sincs hang. Ha ide nyomok, lesz hang. Ott sincs hang. Úgy pedig van hang. Ja, hát akkor máshogy oldjuk meg. Ezen nyugszik egyébként a felső része a fülesnek. Ezeken. Jackes, de van hozzá USB-s átalakító. Na. Aha. Hát tudom, hogy ti halljátok, de én nem hallom. Én egyáltalán nem hallom. Na jó, akkor nézzünk egy olyat. Ezek most felraktam a szoftvert, és nem hallok semmit, élmények. Nem kért olyat egyébként, hogy indítsam újra. Mondjuk tényleg nem hallok semmit. Elindítottam egy YouTube videót, azt nincs semmi. Lehet még korán akartam itt állítgatni bármit is. Na nézzük a szoftvert. Elindítom, és akkor mindjárt kiderül, hogy mi újság. Hát USB-vel használom a fülest. Aha. Na. Azt mondja, lépjek be. Adjam meg a Razer ID-mat. Éppen lépünk befelé. Nem szeretném, hogyha megkeresnének ilyen marketinges dolgokkal. Na, beléptem. És akkor most mi van? Aha.
Ops. Aha. Ez a Razer Synapse nem éppen akar elindulni. Jó. Hát a... Hopp, elindult, csak rohadt lassan. Valami túrán akar végigvenni, azt mondja, hogy van quick access, hogy gyorsan elérjem a kedvenc eszközeimet. Oké. Szeretnék hangot. USB, tehát kírja itt rögtön, hogy nekem van egy olyan eszközöm, hogy USB sound card, Razer USB sound card. Az jó. Csak hogy nem hallok semmit. Na, hát akkor kihúz. Bedug. És továbbra sincs hang. Elnézést. Nálatok már van hang. Az jó. És hangos hang. Jó, hát az jó. Szóval felraktam ezt az appot, és jelenleg nincs hang. De úgy... Hát, hogy így... Egyáltalán nincs hang. Ez a tekerő része működik? Semmit nem csinál. Az égvilágon semmit nem csinál, srácok. Úgy néz ki, hogy felraktuk ezt az appot, azt jól tönkretette itt a dolgokat. Kihúzok még egyszer. Kicsit hosszabb időre. Windowsban melyik van beállítva? Hát a Razer van beállítva. Ilyen van nekem, hogy THX Spatial Audio, meg olyan van nekem, hogy Speakers Razer USB sound card, de hogy így olyat még megpróbálok, hogy van ilyen teszt, lehet küldeni teszt hangot, ha minden igaz. Hallottam, Ha? Nagyon szépen szétmuzsikálja a Corsair-t. A Corsair füresemet. Hoppá. Azt hiszem megnyomta egy rossz gombot. Na, ez az. Ráküldtem a Razer USB sound card-ra egy tesztet, azt nincs hang. Érdekes. Hát Rajon Szensi, köszi szépen a támogatásodat a 7 hónapot. Mindjárt lesznek egyébként alertek is. Köszi a támogatásodat. Peregjenek addig is a szvegek. Szóval, én itt
tekergettem a füles, de hogy így, hát ez nem szól. Ez egyáltalán nem szól. Viszont ami szól, és nem kéne neki, az a Corsair füles. Actions recommended. Be kell kapcsolni a spatiát, azt mondja. Jó van, tessék, benyomom. De hát ez nem csinál semmit. Tudjátok mit? Jó. Ennek akkor is működni kéne HFX, hogyha egy Corsairbe van dugva, mert hogy több a hangeszköz is be van dugva a streamer gépbe, mint például a gamer gépnek a hangja is. Szóval, hogyha a Razer füles úgy nem fog működni, hogy be van több hangeszköz is dugva a streamer gépbe, akkor felejtős az egész. Mindegy. Tudom, hogy ez alapvetően nem mindenkinek probléma, de hogy nem értem, hogy ez most így értem jó. De tudjátok mit? Újra indítjuk. Az a helyzet, srácok, hogy én mindenre, tehát hogy beállítottam, váltogattam itt a Windows-ba az összes hang közül, és csak is kizárólag a Corsairen szól a YouTube, hogyha azt választom ki. És hogy ez így nem működik. Ez így nem működik. Úgyhogy hát én azt mondom nektek, hogy nyomjunk egy jó kis újraindítást, egy Windows újraindítást, abból baj nem lehet. Az általában mindenre megoldást szokott jelenteni. Kalácskának szólunk. Na, mindjárt jövök vissza. Nem ment el az internet, meg semmi ilyesmi. Mindjárt jövök vissza, és remélhetőleg egy Windows újraindítás megoldja a problémákat. Addig megpergetem közben Rajonnak. Addig ti is pergessétek, srácok, a szvegeket. És én pedig mindjárt jövök. Hogy is kell kinyomni ezt a streamet? Szevasztok, srácok! Haló! Ez egy Windows újraindítás volt. A Razer Synapse már indul is el. Mindjárt kiderítjük, skacok, hogy akkor most mi működik, meg mi nem működik. Na, a fülemben már hallok hangokat. Úristen, működik, srácok.
Működik. Hát ez elképesztő. Na, menj már! Na, menj már! És működik a kis tekerentyű is rajta. Na, de akkor ez mit állít? Na. Először is lehúzzuk ezt a hangot. És akkor... Most már ti is halljátok a hangot. Na, srácok! Úgy néz ki, hogy van ez a kis tekerentyű a fülesen, és ez nem úgy állítja a hangot, mint a legtöbb dolog, ami így például billentyűzeten rajta van egy hangerőszabályzó, vagy fülesen rajta egy hangerőszabályzó, hogy a Windows-ba állítja a hangot, hanem ez független. Ez a Windows-os hangerőállításon túl is állítja a dolgokat. Tök jó. Na, ezért volt egyébként halk nekem a füles, amikor nem volt felrakva a szoftver. Ezért lehetett halk. Na. Most már ezt is kiderítettük. Akkor ezt én itt szépen kinyomom közben. Lovacska, nekem eddig olyan fülesekhez volt a szerencsém, aminél, hogyha tekertem a hangerő állítót, legyen szó HyperX-ről, legyen szó az Asus fülesről, vagy legyen szó a Corsair fülesről, mindegyik a Windows-ba állította a hangerőt, és nem attól függetlenül. Szia, Zsarend! Sziasztok! Tök jó. És van egy ilyen, tehát érzed, amikor tekered a fülest, hogy van egy ilyen közép, tehát van a közepe. Az, ami így a közepe, ahhoz képest tudod hangosítani egy picit, meg halkítani. Tök jó. Nekem is Cloud 2-n van, de ő Windows-ba, tehát nekem az Windows-ba állította a hangot. Lovacska. Na, tök jó. Tök jó. Szóval akkor ez most már működik. Ha én állítok itt egy ilyet. Nagyon jó. Akkor a Corsairbe szól a hang. Mi ez a THX Spatial? Sehol nem szól. Ez sehol nem szól, de egyelőre ezt a spatiális most nem is akarjuk megnézni. Csak fel akartam rakni a szoftvert, és megnézzük, hogy... Elnézést, ez én voltam. Ezt itt feljebb húzom, hangosabb lesz nektek? Nem. Ha lejjebb húzom, nem lesz hangosabb. Ja, akkor ezt berakom százra. És akkor most megnézzük, hogy van-e hangja a Siege-nek? Meg egyáltalán látjuk-e a Siege-et? A spatiál az 7.1. Aha. Szerintem azt így a Siege-el együtt most nem kombináljuk, mert nekem a Dolby-nak is be van nyomva az a cucca. A Dolby Atmos az így be van nyomva a gamer gépem. Úgyhogy ahhoz most így nem nyúlunk per pill. Na nézzük, lesz-e hangunk? Ott is van! Nekem USB és HyperX Cloud 2-n van, aha, Lovacska, igen. Hát én most kivirultam így, hogy felraktam a szoftvert, hát rendesen hallom a hangokat. Jó. Azt hiszem, mehet is a menet. Wow! A Virtuál 7.1 borzasztó? Az a helyzet, Metal Rider, hogy ahogy tőlem halljátok a játékot,
az nálam, kérlek szépen, az már megvan Dolby Atmosozva. Tehát ti, amit így streamen keresztül hallotok hang a Siege-be, az Dolby Atmosos hang. Három éves Cloud 2-n van, nekem is Windows hangerőt állít. Akkor lehet neked nem Cloud 2-d van, Lovacska. Hát a Cloud 2 az alapból USB-s. Igen, igen, rendezünk. Rendezünk. Szevasztok, srácok. Hát amúgy így sokkal szebb a hangja a játéknak, basszus. Ez durva. Na de én, hogyha mondjuk... telón akarok zenét hallgatni, vagy telón akarok valamit nézni, akkor ott szar lesz a hang. Nem, mert van Wireless Cloud 2. Igen, de az már új dolog. Tehát... Mondom, Lovacskának nem vezetélyek nélkül a fülesem. Jól van, itt van. Mindenféleképpen el fogom mondani majd a véleményem a végén, a Siege végén, a fülesről. Cloud Stinger, aha. Ja, nekem a Cloud 2 az Windows beállított hangerőt. Ja, hát azóta már egy csomó cloud van. Valamit elfelejtettem. Brékózni a társaknak. Az utolsó pillanatban még rányomtam azért a Montira. Na, megbrékózzuk a társakat. Remélem működni fog. Brékó. Nagyon jó. Nem bannolt semmit a... Tehát nem bannoltak semmit se a társaim. Hi guys. Nagyon durva. Szerintem nem kéne ekkora különbségnek lenni egyébként szoftverrel a hangnak, és szoftver nélkül a hangnak. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva, srácok. De hát ez az én véleményem. Én például Hi guys. How same team. Szóval, hogy én a Corsairen csak akkor szoktam hangerőt állítani, hogyha éppen nem vagyok gép közelben, de amúgy a billentyűzetről szoktam halkítani a dolgokat. És ez most engem nagyon felkészületlenül ért, hogy van füles hangerőállító, ami nem a Windows hangerőjét állítja. Hát figyelj, az a helyzet, Mapko, hogy egy vezeték nélküli funkció egy füles árát megdobja egy 20-30 ezerrel. Tehát hogyha te veszel egy vezeték nélküli fülest 20 ezerért, akkor nagyjából sejted, hogy milyen lehet az a füles, hogyha a vezeték nélküli technológia nagyjából egy 20-asba kerül. Valami ilyesmiről beszéltünk Árni annó, nem? Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. A Razer fejsemmel már nem használom, a driver nélkül tompa hangja volt, ha be volt nyomva a driver, akkor jó volt. Akkor úgy néz ki, hogy ez ilyen Razer. Hát most
sokkal jobbak a hangok, srácok, sokkal jobbak a hangok. Sokkal szebb minden. Még az élet is szebb. Srácok, szoftverrel még az élet is szebb. Ez lesz a mottom. A Gingrich. One more Gingrich. Top garage. He's on pink top garage. The mark is good. He's moving. Eigener Trupp neutralisiert. Micsoda reklámszöveg lehetne. Bakker. Hát, ja. Sejthető volt, hogy észrevesz, csak nem tudtam merre kellett volna menni. Ez a srácot legalább most be tudom reportolni. Ő az, aki nagyon okos. Ja, a Cloud 2, ez nem volt driver. Ott a mainnél jól leszünk. Why do you all leave garage? The fuck are you doing, Jackal? Nice try! Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Tudtátok, srácok, hogy a HM az ezt jelenti? Mondom, mit lehetne mondani ennek a sásznak, hogy mit jelent az a hám? Nyilván nem is azt kérdeztem, de hogy ez így nagyon vicces volt. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. What the fuck are you doing, bro? I've been judged. There is clash and ping. Mal sehen, was ich hier verstecke. Ich komme. Clash Brewsters. Can you pusher Jackal pusher? I will kill her. Pusher guys, I got the line. If she rotate inside. Vector!
stock room. Walker. Hát, hogy így oldalba tudta volna lőni a srácot. Mondta, hogy pusholjam le a clash-t, azt amúgy le volt szarva. Mikrofon nélkül vad az info. Ezt most nem értem a valóságot. Én adom, hogyha taktikázik a csapat, csak hogy így én segítettem, lepusoltam a clash, csak hogy így nem lett lereagálva. Nem lesz idő. De hát, hogy így... Nem a füles miként szoktál infózni? Nem, nem. Ovacska, nem, nem. Egyáltalán nem. Der Entschärfer wurde zerstört. Ihr habt verloren. Füles mikit nem is tudom mikor használtam utoljára. Streamben. Pedig jó nevet választott vadafak. Sokszor emlegetik. Azért ez nem semmi. Hát figyelj, a füles mikit szerintem még annó közös, tehát amikor Adrival nyomtuk, akkor használtam. Meg amikor először beállítottam azt, hogy halljanak a társaim. De hogy így azután már nem. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Így van, jól emlékszel, vadafak. Risk clash. Na szóval, egyébként Rajonnak az értesítése lemaradt, úgyhogy most bepótoljuk. Szerintem menni fog. Parancsoljatok. Hát igen, szoftverrel még az alert is más. Beráld le, guys. Jim? Jim. Bombe gefunden. Ich lade mal nach. You can breach. Hallway balkoni. Oh, yeah, I will. Bandit in gym. Close window. Hi, Trix. Hát. Entschärfung einleiten. Unter verbleibender Gegner.
Where is the last one? Construction, construction, sledge. Construction, push, push, push. He's in the bathroom, he's in the bathroom. Bathroom. Very nice. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Nem baj, szépen összeszedjük a csapatot. Zsemleszó két napig nem jutott eszedbe? És hogy írtad körül? Igen, az érdekelne, lovacska. Hogy írtad akkor körül ezt? Na, szerintem működni fog. Működni fog a clash-ezés. Behozzuk, azt inasba rakjuk őket. Van impactom, úgyhogy jó lesz. We need shotgun for rotation, like mute. Thanks. Razer signups. Na nézzük, elindítom ezt a bűvös programot még egyszer. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Lehetnek előrejelzések amúgy, ja. Amúgy olyan fura, hogy ilyen alacsony lett a pulzusom, srácok. Nektek nem fura? Régebben mindig ilyen 80-90 körül mozgott, vagy neki inkább örüljek? Na, csak kellett megszólalni. Vagy nem mér jól a pulzus mérő. Überwachung der Bomben verstärkt. Der Gegner hat einen Entschärfer. Magnet bereit. Sollen Sie nur kommen. Zerstöre. Örülj neki, a Fitlernél 60 körül lennek. Komolyan? Nagyon ügyesen támadnak. Take the carriage cam, guys. Carriage cam. What shit? Door, one door. Guys, there was cam. Stay me. Hát én nem vagyok fit, az biztos, Leti. Sose volt kérdés. I should not ask him like he has to do it without my ask. Szóval sokkal lejjebb ment egyébként a pulzusom. Én azt hiszem észre. Így az elmúlt fél évben. Jaj, még elhasználják az összes report. 5 sekunden noch. Der Gegner hat einen Entschärfer. Kamera in Position.
Don't reinforce here! Mi a baj azzal, hogy behúztam a construction? You dumbass! Biztos? Ez biztos valami meg nem értett high-low tax lesz. Na, spompékálni? Ashtönt ilyesmi. 1-3-ba pont spompékálni kéne. Úgy hallottam. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. One view window. Wechsle Magazine! At the rich one. Nestchen in position. Nur noch ein Gegner übrig. Last at the bridge, last at the bridge. Nitro platziert. Jól van, KB Junior, kitartás neked akkor már a bánta. Szia, Rix! Tehát, hogy így a srác meghal és nulla info. Tehát, hogy szerintem csak mázlin volt, hogy nem lőtt le a termájt. Nem tudom, mit lehet erre mondani, skacok. Tehát, hogy itt nagyban nyomja a trash talkot, hogy izé... Azt amúgy... A legfontosabbat elfelejti, hogy így kóloljon. Úgy szokták, hogy belövik az építkezésen a spawnolókat, kerítésen át, aztán behúzzák persze, ha túlélik. Ja, persze. Tehát, hogy azt így meg tudom érteni, de hogy így nem jelezte a srác, hogy ő szeretne spawn píkálni, aztán amikor behúztam, akkor meg jól lehúrok, hogy miért húztam be. Milyen rangba vagyok elleg? Plat alja, szerintem. Felkiált olyan rankkal, meg tudjátok nézni, hogy éppen milyen rangba vagyok. Hoppa, kert fel kell mennem gyorsan a konyhába. Szólok, jó szépségei? Szerintem lehet ez egy kicsit erős lesz, de aki nem kommunikál szóban, annak egy szava nem lehet írásba, hogy miért ez, miért az, miért nem amaz. Az az első és legfontosabb, hogy tudjon kommunikálni a társaival, hogy mi a nagy helyzet. Rank. Fekete rank K-val. Hát, ez ilyen szarkam. Lehetne jobb. És csak akartam valami rálátást a kék ajtóra. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nem K-t mondtam, elnézést. K-t akartam. Stage on site. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Jól mondtam? Ja, akkor nem értem, hogy miért G-vel írtátok.
Azért nem infóznak a csapattársak, mert plat 3 vagyok. Ja, akkor ne is várjam itt, hogy nagy infózások lesznek, azt mondod. Hát akkor csak meg kell tanulni jobban játszani, aztán lehet lennének értelmesebb csapattársak. Bár az a helyzet, hogy én mindig ezzel a hozzáállással voltam, de hogy így nem igazán tapasztaltam fejlődést, hogy így jobban akarnának a társaim infózni. Plat 1-be jól pörgetik a randomok is az infót. Akkor valószínűleg amúgy ez lesz. Túl kéne lépni ezen a határon, amin már jó pár éve csücsülök, és akkor lehet, hogy izgalmasabb meccsek lennének. Hát... Nem tudom amúgy miért ide jöttünk. Ha már behozzák. Ez tuti jó lesz, srácok. Azt hogy? Hogy sebeztem meg a mute-ot? Hát ott volt a fal, reinforcolt fal volt, a robbanás hogy sebezte meg? Nem tudjuk megnézni, hogy mit bannoltam. Jó, visszamegyünk. Die Gegner haben eine Bombe gefunden, verteidigt sie. Asszus, pont a pajzs miatt kilógott annyira a lábam, szerintem. Ja. Ja, valószínűleg a pajzs miatt pont nem tudtam annyira hátra menni, hogy ne lássanak rám. Van egy bug. Van... Ez egy bug. Van, ha a támadók dobnak egy nédet, akkor falon át is meg tud halni a védő. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. One on A, my red stars, pushing B. You will peek like you don't. Thank you, just don't fucking spawn peek. Nagyon megvannak őrülve a csapattársaim. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ó, nálatok is hallatszódik az, hogyha én itt az equalizert nyomogatom. CCTV. Ilyenkor miért vannak megőrülve? Einsatz in 10 Sekunden. Komm. Noch 5 Sekunden. Meghalnak, aztán szar a csapattárs, hogy ő is meghal. Mármint, hogy a csapattárs is meghal. Lokalisiert und entschärft werden. Mm-hmm.
Melózi dead. Die Bombe wurde lokalisiert. Nem mondtam is tarolza, hogy nem értem, hogy... Miért azzal? Van itt lesz, sajna meghalunk. 4 HP-n volt. Hoppá, szépen leírtam, hogy last van. Na, az ilyen játékosokat utálom egyébként a legjobban, akik meg se próbálnak nyerni. Látszom úgy feladni? Mert hogy ennek semmi értelme. Denialták, értem. Igen, last one. Azért meg kellett néznem, hogy tényleg azt írtam, hogy kint. Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden übrig. Eigener Trupp wurde eliminiert. Egyetlen egyszer csináltam ilyet, amikor a full csapat blémelt engem, és undorítóan viselkedtek, és az utolsó körbe afkoltam a kezdőn, meg húztam az agyukat. De hogy így ennyi. Na, semmi gond, srácok, legalább mehet a következő. Ez egy nagyon csúnya meccs volt. De legalább már jobb beállításokkal. Most már hallok is a fülessel. Mérföldekkel jobb egyébként, srácok. Melyik beállítástól lett jobb a hang? Felraktam a fülesnek a progiát. Igen, az volt a Rózsa kanálon voltam. Szevasz, Dév! Jól emlékszel, Rózsa? A Fuse Hust is az előbb is ellenünk volt, ha jól emlékszem. Hi guys! Hi! Na, megpróbálom már mutatni nektek, hogy hogyan alszik éppen most Kalácska. Hát nem aranyos! Hát nem aranyos, srácok! Kis mancsa, hogy ott van az arca előtt. Szója, srácok, felraktam a Razernek a szoftverét, és fényévekkel jobb lett a hang. Basszus. De mondom ezt, tehát hogy... És akkor hogy használod a fülessel? Fülesen nem lesz ilyen jó a hang?
nem bannolták Jackát. Na, nézzünk valami jó kis előrejelzést, mit szóltok. Kezdjünk a legviccesebbel, hogy lesz-e szerintetek zacska a végén, ehhez meg kell nyernünk a meccset, és utána pedig kell az a bizonyos százalék is, hogy legyen zacska a végén, értitek? Szóval, hogy meccs győzelem, és még pakot is tudjunk nyitni. Ha jól emlékszem, valami 25%-nál járunk a zacskót illetően. Karácskára kiderült már, hogy mire allergiás? Az a helyzet, hogy kiderült, hogy mire allergiás, és mire kevésbé allergiás, de az nem derült ki, hogy amit etetünk vele, arra allergiás-e. Hát az, arra például rájöttünk, hogy a lazacra elég durván, jó, hát mondjuk közepesen, meg a répára is, de hogy ilyen ananász, meg mogyoró, arra nagyon allergiás, hát olyat meg nem igazán adunk neki, meg szerintem meg se enni a mogyorót magába. Jó, hát nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy a mogyorót ropogtat, hanem hogy valamilyen kajájában benne van a mogyoró, de hát én nem hallottam még ananászos, mogyorós macska kajáról, mármint hogy ilyen cuccok lennének benne. Szója! Ja. Hát látod, Dave, mikről maradsz le? Mizé? Jó is, hogy mondod egyébként. Meg tudjátok nézni, srácok, az új videót, amiben ez a füles is kibontásra került YouTube-on. Sok más menő Siege-es dologgal együtt. Felkiáltó el, új videó ékezetek nélkül és egyben. Tehát, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy igen lesz, srácok. Még itt előszeretettel szoktak kucskálni. Ez még erőt csak. Megyünk máshol.
Dash top main. Van my two. Es bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch einer vom eigenen Library war mein. Es bleiben noch 5 Sekunden. Eigener Trupp wurde eliminiert. Puh. Vicces a Clash Ordiban esni, mert ó, nagyon szarul pusoltunk, srácok. Szerintem mindenki a szájtól a legtávolabbi résztől pusolt velem együtt. Szerintem nagyon nem volt megnyomva. Nem tudom, próbáljak-e észt hozni. És le lesz áramosozva. Azt mondja a srác, hogy kéne nomádot hozni. Ez azért vicces, mert hogyha ő nem hozza, akkor más meg nem biztos, hogy tud nomádozni. Szóval érted? Próbál egy stratégiát felépíteni a Clash ellen, hogy kellene nomád, de hogyha egy olyan srác hozza a nomádot, akinek megvan az operátor, de nem tud vele játszani, akkor hát az egy... Ez felesleges. Na majd meglátjuk, srácok. Az egy érdekes kicsarobbantás, vagy mit akarhat onnan a védőcsapat. Na nézzük, meg tudjuk-e breach-elni. Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gabcsia. Támogatás lehet, mert a 43. hónapja. Itt újra étkeztünk. Már meghirdetted a Vaterán? A 1070-et? Na mi van? Mi van a testem? I don't have. Értem. Le is tartok. Ennyi volt? Ez jó. Nagy ész. Peregjenek srácok a szvegek. Nagy ész karrierek mentek itt. Kell fordulnom amúgy a Lionhouse szerintem. Tényleg eldobtam mind a hármat, azt akartam, hogy bejövünk itt hátul a Vineszalárba, de hát eldobtam már mind a hármat. Szervusz, Bercix! Már megint egy hónap megosztás. Köszi, Gabcsi. Meg is pergetem itt a szvegeket, mert szerintem én pont lemaradtam erről. Szia G, sziasztok srácok! Egy-egy. Tudtunk egy jót támadni. Még szerintem amúgy ezen kívül egyet megyünk.
Kipróbáljuk ezt a... spatiált. Dancehoz, igen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Kipróbáljuk ezt a spatiált. Jó lett az unboxing video? Na, örülök, örülök, hogy tetszik, G. Újra fogom indítani a Siege-et, és a Dolby Atmos kikapcsolom. És megnézzük ezt a spattiát, amit a Razer ad. 10 sekunden. Ja, szóval örülök, hogy... Einsatz in 5 sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ja, füles! Hát így, hogy már felraktam hozzá a Razer-es szoftvert, sokkal jobb. Baszos, a bőségzavar. Megláttam kettő elemét, a spike-et kéne lelőni. Ó, bakker. Jó, úgyhogy tesztelgetjük ezt a fülest, így tényleg, ahogy fönt van a szoftver, sokkal több mindent hallok vele. Ja, se tudtam melyiket lőjem. Na, hát igen, ez ilyenkor nagyon rossz. Meglátok kettő enemit, azt... Egyiket se ölöm meg, az a legrosszabb. Oké, ledamage-eltem és utána megölték, de hogyha én megölök egyet, akkor a társamnak még nagyobb esélye van arra, hogy megölje a másikat is. Ja, nem sokon múlt, hogy mindkettő meglegyen. Ott elég rosszul beszoroltam. Nem tudtam, hogy ott... Sose védtem még ezt a részt így. Úgyhogy ez szokatlan volt. Remélem a srácok mindent húznak, mert azt látom, hogy megy a szaladgálás ezerrel. Ezt már nem fogom tudni behúzni. Ezt megint szarul csináltam ezt a kameradobást. És kell még egy ide kintre. Bizony, dél. Ah, szolárium tennek. Van on balkoni. Holding the door. A door. Ich lade jetzt nach. Túlságosan leraktam. Kenpelnek valahol lesz, és nem értem, Berci, amit írsz, ne haragudj. One of them pushing library.
spawning from library, guys. Okay. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. 5 Sekunden übrig. Der Bombenentschärfer wurde erfolgreich platziert. Okay. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Hogy mennyire ez a másik fegyver a Jackának, mert hogy nerfelték a C7-et, és már én is gondolkodtam rajta. Hát a C7-en az jobban damol, hát ez meg több golyó, és kevesebbet damol, nem tudom. Én a C7-elvel túlságosan sokszor tárasztam, úgyhogy azért váltottam le. Amúgy én azt szeretem, védem a szájtot, megölöm az elmét és kírja, hogy fucking camper. Most ebben a játékban mit csináljak, ha nem campeljek és védjem a szájtot? Ne is foglalkozz ilyenekkel, Vedrock. Köszi szépen közben sejtszek a követéseiteket, érezzétek jól magatokat. Köszi, köszi. Die Bomben sichern. What? Feljöttünk? De minek? Minek jöttünk fel? Érthetetlen, srácok. Érthetetlen. Szia, Alexandra. Sziasztok, sziasztok. Bombenstandorte sind sicher. Du bist aufgeflogen. Ennek a sírnek az ajtóban nem tudom mi értelme van, hogy őszinte legyek, srácok. Hiben a introfi. Oké. Okay. Hát ezt nem... Látom, hogy nyitott az ablak, de basszus, nem gondoltam, hogy már ilyen gyorsan bemerészkednek. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, schützt sie. Please, please. Van near a library. Mondtam, hogy trofiban van a hiban, azt itt vannak ketten is. Nincsenek a szájton. Bújkálnak. Támadó bújkálnak, ezt most nem értem, Berci. Te vágod, hogy mi ez a játék egyébként? Van im piano. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Van im piano. Zu. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Hat's ja.
Mi újság, Alexandra? Menjen a kövi! Tényleg, hát, hogy így mik ezek a meccsek, srácok? Mint hogyha, nem is tudom. Mint hogyha nem platos emberekkel játszanék. Hát, hogy nem lett a zacskó. Nem lett a zacskó a végén, mert hogy nem nyertünk. Berci, hogyha lehet egy nevelő szándékú hozzáfűzni valom, akkor játék mellett egy kicsit figyelj majd az online órákon is. Úgyhogy gratulom mindenkinek, aki arra tippelt, hogy nem lesz zacsi a végén. Én 1v4 Clash-ba kaptam meg védőként egy Kemper, mert letartottam a diffut, de végül is lehoztam, szóval nem nekik volt igazuk, bedök, csak ignorálni kell őket. Ja, hát ennyi. Szávasz, Kazgab, sziasztok srácok! Sikeres érettségi után végre van időm streamet nézni. Na! Gratula, Kardmat! Gratula. Hát... Nagy mázlitok, hogy nem kell szóberizni már. Hi guys. Hello. Hello. Jaj, szíves Isten, én nem arra céloztam, hogy most, hanem hogy így az online órákon figyeljenek, vagy nem tudom, nem csak online órákon, akkor iskolában. Szia, Krumpli! Sziasztok, srácok! Védők vagyunk, Oregonon vagyunk, Thatcherban. Hadd menjen! Szevasztát, sziasztok! Sok mindenről maradtatok el, hát gyakorlatilag siege-eztünk és közben beüzemeltük élő adásban ezt a fülest. Megnéztük, hogy milyenek az első élmények, hogyha esetleg ti is ezen a fülesen gondolkodnátok, vagy hasonlón, akkor mi fogad majd titeket? Ki kell húzni, újra kell indítani, fel kell rakni a drivert hozzá, nem lehet csak úgy bedugod, aztán már megy a dolog. Mert hát megy, de hogy így sokkal másabbak voltak a hangok. Nem ez zavar a kábel? Az a szempont most annyira nem izgatnád, mert hogy eddig se nagyon zavart. Nyilván kényelmes, hogyha nincs kábel, de hogy így nincs vele gond. Speciál, most nekem nincs vele gond. Engem az, hogy le tud merülni, jobban zavarna, ezért nem gondolkoztam soha se vezeték nélkül. Hát nekem ez olyan Metal Rider, nekem nem nagyon merült le a fülesen, vagy hogyha le is merült, akkor kb. Bedugtam azonnal a töltőt, és már jó is volt. De, tehát hogy volt már alkalom, amikor lemerült a fülesem. De hogy így... egy vagy két naponta felrakom tölteni, az csá. És nincs ebből probléma. 20 órát bír a vezeték nélkül fülesem, szóval az nagyjából két stream. Ha hogy nyúlsza? Teljes ignoráció? Én már ezt az ignorálás képességet tökéletesen fejlesztettem. Mizu is, nyúlsza. Can you talk English? Persze, az minden vágyam, hogy angolul pofázzak nektek. Bár az valószínűleg sokkal viccesebb lenne, hogyha angolul mondanám, mint a dolgokat. I'm sorry.
Hát ez a USB, tehát hogy jackes, de van hozzá USB-s hangkártya. Open the rotate line of sight. Igen, igen. Modkor, valamit kérdeztem tőle egy USA, azt már így se voltam. Jól megvicceltél engem, és azt mondod, hogy hang az ignoráció. Szóval egyébként... Nincs baj a vezetékese, meg a vezeték nélkülivel se jelen pillanatban. Wird gleich das Gebiet scannen. Be careful, white stairs. Feindliche Drohne zum Scannen unterwegs. On my marker. East profit. On one roof. Die Gegner haben eine Bombe. Bedroom, window, Sofia. We need you, Oryx. Come back. Du wurdest entdeckt. One trophy door. On mark the film. One A window, careful, Oryx. Last one stairs. White stairs. Last one. Slowly pushing. Very nice, guys. Nagyon ügyesek voltak. Wow! Persze. Csak annyira szívemre vettem, hogy megszólt el nyúszó, hogy ignorálok, hogy gondoltam, akkor miért is lehetne beszélgetni, és hát ennyire még nem égtem nagyot, mint akkor. Ja, jó csapatnak tűnik Bedrock. Hát amúgy meglepődnél G, de szerintem vezeték nélkül is már tök jól lehetne mondjuk streamálni. Úgyhogy lehet, hogy nem kéne itt a kábelekkel szórakozni. Lehet, hogy a vezeték nélkül is streamelés is tök király lenne. De egyelőre vezeték nélkül technológiából perfil elég a füles, meg a fejhallgató, de már elgondolkodtam egyébként a vezeték nélküli egerekbe is például. Na hát akkor tegyük le a gadgeteken. Nagyon ügyesek vagyunk? Jaja, ügyes a csapat nagyon. És most tényleg nevetsz? Csak akkor nevetsz igazán nyúsza, hogyha azt írod be, hogy kis X nagy D. Egyébként senki nem viszi el. Húha, mindenhol vagyunk.
In garage, we can't hold it. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Meine giftigen kleinen Kerlchen sind schon gesehen! Sandor, you got him. They have Nomad. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. I'm on freezer counter, Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Nein, Mann, ich bin... On top, snap. On breach. On it, watch out. One coming from Freeza, Nomad. Flying dead. I'm watching Freeza cam. Freeza. Pilar, one Pilar. Watch your back. I'm watching the cam, don't worry. Freeze are clear. 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. 5 Sekunden noch. All way pushing. Letzter verbleibender Gegner. Good job. Igen, azt láttam én is. Azt láttam én is azt a cikket, Flati, hogy Among Us-os figura ment el elég drágán. Igen, te nyertél a lovacskász, jól látod. Ez pedig az utolsó Siege-es mérkőzés. Hát fantasztikus statunk van. Fantasztikus. Szia, Betty. Vagy mondjam úgy, stubai full. Die Bomben sichern. Azt hiszem így hívtak, nem? Még az időszámítás előtt. Ez nem te voltál? Ja. Az internet nem felejt. De só volt. Micsoda? Betty nagy tarkovas, húha. Akkor majd lesz snipe-olom, úgyis a magyar partnerek ilyen szokták. Ja, mi? Vicceltem amúgy. Ez egy egyszeri alkalom volt, srácok, és azt hitte, hogy vicces lesz az illető. Mielőtt még bármi bulvár híroldal megírná. Értem! Hát miből vannak a golyóid? Est részem. Ez. Szia! Hello! Csak ott. Even Nomad. In small tower.
One in tower. Oh, no, my small tower by boxes. Small tower nomad. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, schützt sie. On A side. There's a rotation in bathroom, Lucy. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Hallo. Hallo China. Where is A door? 15 Sekunden. Noch viel Unkampf. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die Gegner entschärfen eine Bombe. Ihr Entschärfer muss deaktiviert werden. Nice try. Mission gescheitert. Und noch einer Trupp neutralisiert. Über Attack. Ja. Fenne, nem baj, most támadhatunk legalább egy jót. Üdv mindenkinek, skacok. Honnan tudja Mapko, hogy tarkovozol? Az helyzet, hogy Mapko mindenki ablakába oda megy és megnézi, hogy ki mivel játszik éppen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ezért tudja azt is, hogy például Árni és Farkaskölyök, ők a két legjobb barát együtt laknak, és iszák egymást, mármint hogy nyomják az artizást. Aput Tarkov fejlesztő? Nem is tudtam, hogy Aput Tarkov fejlesztő, és még streamer is egyben. 5 Sekunden bis Einsatz. Kemény. Tudom, szeretek olyan dolgokat mondani, amik sok ember feje fölé kérdőjelet tesznek. Farkaskölyök nagy streamer egyébként, srácok. Tudnotok kell róla. Bombe gefunden. Sieh mal einer an. Stillstehen, ich habe es gleich. Das Ziel ist ausgeschaltet! Melusi. Etik. Vox, slowly pushing here, guys. Downstairs, careful. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh, ich bin Games Rock. Down, fuck. És a Valkür ölt.
Szeretek két értelmű dolgokat mondani. Régebben sokkal viccesebb voltam ebből a szempontból, mindig mondtam, hogy XD, meg hehe, és akkor azon lehetett kuncogni. Let's go. Mostanában kevés XD hehe dolgot mondok. It's not open, it's not open. Einer vom eigenen Trupp. Der Schaffer wurde zurückgeholt. Eigener Trupp neutralisiert. Az XDA automatikusan rögést vált ki. Ez ilyen látom. Uha, uha. Két értelme egyelő Zegs hirdetés teljesen fixen, igen. Nem, de tényleg anno a PUBG-zás alatt nagyon sok rájdós dolgot mondtam, szerintem. Azóta azt hiszem felnőttem. Vagy megkomolyodtam, vagy nem tudom ezt hogy lehet mondani. Ja, mondjuk erős olyat mondani, hogy megkomolyodtam, miközben azzal viccelődök, hogy úristen, very big. Drone hat eine Bombe lokalisiert. Milyen viewer botok, lavacska. Jól megölettem a drónomat. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Szia Marci, szia Nos, sziasztok. Szia, kis Grozer, sziasztok, srácok. Mire valamit alkotni, ma nem vagyok éppen elememben. Oda néz. Hát most gyűjtem igazán zavarba, hogy itt ilyen híres emberek is feliratkoznak a csatornára. Jäger right side. Es geht auf die Jagd. Ich habe eine eindeutige Fährte. Lebo ist bereit. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Unen Garage. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ich lade mal ein neues Magazin. Ich bin auf der Jagd. Don't follow, I wouldn't. És még csak el sem tudtam vele bánni. Bővült a szókincsem? Nem, mert nem nézek televíziót, úgyhogy nem bővülhet a szókincsem, első isten. Jé, észrevett! Marci, professzionális ignormester vagyok, úgyhogy... Ha szeretnéd, korrepetálnak. Szóval köszi szépen Betty az egyéves támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Peregjenek srácok azok a bizonyos szvegek. Hát elég lagymatag a szveg spam, csak mondom.
Amúgy nem néztünk meg, nem néztük meg a spatiális cuccot. Akár. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Megnézzük. Gyorsan, még most gyorsan. Szevasz, madari. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hú, ez nagyon fura. Nagyon fura ez a THX spatián. Hú, hát ezt inkább nem próbálom ki. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ez... ez nem jó. Bár most kikapcsoltam egyébként a Dolby-t, a Dolby Atmos-t. Frisches Magazin geladen. Hát nincs senki. Verlass dich nie auf deine Augen allein. Hier ist eine eindeutige Spur. Lade Magazin nach. Geschaltet. Sprengladung. Ich sehe, wo du. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Hose bereit. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Einer vom eigenen Trupp. Okay. Élete bal klikje lehetett. Az szép volt. Hát, Bám, kaptam súnyán. Nem is baj. Nem is baj, srácok. Nem is baj. Vége. Vége, már ennyi a Siege-nek. És legközelebb egyébként, srácok, nagy valószínű, nagyon valószínű, hogy jövő héten nem lesz Siege, mert ugye egy hét szünni lesz, és legközelebb június 14-én fogunk Siege-ezni. Azért nem is baj, hogy most ennyi, mert éreztem, hogy ez most nagyon nem megy, és örülök, hogy váltunk egy másik játékra. A füles tapasztalatok pedig a következők egyébként. Nagyon-nagyon jól elszeparálja a külvilágot attól, hogy mi megy éppen a gépem, játék vagy esetleg más.
Hát ez esetemben igazából tök mindegy, mert hogy nagyon nincs zaj a szobában, megcsukva szokott lenni az ablakajtó, de vannak helyzetek, amikor valószínűleg ez igenis jól jön. Így, hogy felraktam egyébként a szoftverét a fülesnek, és megnéztük így, hogy milyen hangja van a játéknak, szerintem teljesen vállalható, tehát hogy teljesen rendben van. Szerintem még egy picit jobban is szól, mint a Corsair-em, bár ha emlékeztek arra, hogy amit mondtam így az Asus füles után a Corsair-re váltásnál, hogy az Asus fülesnek sokkal jobb hangja volt, viszont eléggé csúnyán megadta magát. Biztos emlékezhettek arra is, hogy így egy jót bele recsegett mind a ti, mind az én fülembe. Úgyhogy, hát ja, az Asus fülesnek elég szép hangja volt. Valószínűleg egyébként a Corsair-nél is meg tudnám csinálni ezt hosszas hangolás után, hogy annak is nagyon király legyen a hangja, meg vagyok vele egyébként elégedve, de szerintem ez a füles, ez a Black Shark V2, így ezzel a Special Edition-nel, szerintem még jobban is szól, mint az én kis Corsair-em. Alapbeállításokkal, csak úgy, hogy a szoftver fönt van. Úgyhogy ja, hát ha esetleg ebbe gondolkodtok, akkor ez egy jó döntés. És nem tudom egyébként a többihez összehasonlítani. Talán egyébként a Cloud 2-höz tudom. A Cloud 2-nél mindenféleképpen jobban szól, de a Cloud 2 is egyébként egy tök jó szint, tehát az a belépő kategória. Tehát ha még nem volt sose normálisabb fülesetek, jó, most biztos a wide-fülűek majd megszólnak, hogy hát a normális füles a 100 000 körül kezdődik, de ilyen, tehát hogy tehát a fülhallgatóról váltanátok fejhallgatóra, akkor a Cloud 2 az egy tök jó belépő kategória, ez meg egy picit komolyabb, ennyi. Ez amiatt lehet, mert kábeles? Hát nem tudom elni. Nem tudom, de én úgy gondolom, hogy valószínűleg ez a füles, merem kockáztatni, hogy jobban szól, mint a Corsair-em. Nem jött még meg a Tóbiás tartó sajnos, SR, pedig megrendeltem még hét elején. Ez a zöldség nagyon zavaró. Hát előtt a kék háttértől. Hát előtt a kék háttértől, de ez csak azért, mert az én fejemen van. Nem fogom ezt használni, srácok, így streambe a jövőben. Nem azért, mert hogy nem illik az összhangba, hanem azért, mert sokkal kényelmesebb a Corsair-t használni. Tényleg már nagyon hozzászoktam a vezeték nélküliséghez. Az egy nagyon-nagyon cool és fancy feature. Ja, de még ma szerintem szubnautikázni is ebbe fogok. Hát, ha úgy még okosabb leszek, és hozzá tudok majd fűzni valamit az eddigi véleményemhez. Úgyhogy ja, srácok, már ennyi a Siege. Lesz még ez jobb is. Nem késik a hang a vezeték nélkülivel? Dehogy is. 2021 van. Hang késés fülesnél szerintem 6 vagy 7 éve lehetett, amikor még csak kísérleteztek ezzel a technológiával. A legtöbb vezeték nélküli technológia az már olyan szinten van, hogy
felhasználó barát ára van. Tehát, hogy egy vezeték nélküli egér sem méreg drága már.